Vannak bizony szabályok a Madách Színháznál. Mik is ezek a szabályok? Ugye 1 percet játszhat. Ezek nem a mi szabályaink, hanem ez egy mindenkori nemzetközi jogosítási szabály. Tehát, hogyha egy színház, bármelyik színház megkap egy ilyen világsikert, akkor vállalnia kell, hogy promóciós célból maximálisan 1 darabból 3 percet ad le, és 1 dalból pedig 1 percet. Tehát összességében 3 perc lehet, de 1 dalból nem mehet le egy teljesen, csak 1 perc belőle. Szóval ez szerint kell, hogy működjünk természetesen. Direktor úr, izgalmasan indult ugye a Madásban a musical játszás, a zenés színház, mert ez egy hagyományosan klasszikusan prózai színház, nem is akármilyen prózai színház, még akár Kerényi idején, vagy még korábban Ádám Ottó idején is. Hogy lett ebből zenés? Hát mára már a musical játszás első színháza gyakorlatilag, és nem is akármilyen színvonal, ezt nyugodtan mondhatom. Hogy alakult, ugye ez macskákkal indult, 40 hát, éve? Ugye volt egy szellemi része ennek, és volt egy szervezeti része. A szellemi része valóban a macskákkal indult. A macskák az annak idején az olyan fog úgy robbant be a budapesti színházi életbe, mint talán semmi annak előtte. Egy 83-ban voltunk, 83 szocializmus volt, egy másik világ vett minket körül, egy másik tárgyi világ, mást láttunk a világból, mások voltak a viszonylatok. Tehát azt kell mondani, hogy a múltnak egy nagyon jelentős vagy jellegzetes korszaka volt, és ebben bejött valami gyökeresen új. Azzal találkoztunk, ami ma már közhely, hogy színészek énekelnek, táncolnak és játszanak, egy színházi technika filmszerűen működik, gyakorlatilag minden elem ott van, és nem kérdés, hogy mindegyiknek meg kell próbálnia tökéletesnek lenni. Találkoztunk a perfekcionizmussal. Tehát azzal, hogy egy színésznek nem elég, ha szépen beszél, vagy egy énekesnek nem elég, ha jól énekel. Tehát egyszerűen olyan tehetségek, amik egyébként elégségesek egy pálya befutásához, az itt egy szakmának egy részét adják. És amikor ezt a macskákba felfedeztük, és rájöttük, hogy erre mi soha nem leszünk képesek, akkor megcsináltuk a macskákat. Könnyű volt átvinni egyébként Ádám Otton? Ádám Otto egy zseniális ember volt, a Tibi még ismerte. Ő egy korszakos nagy tehetség volt, rendkívül nagy műveltségű, nagyon széles látókörű, világlátott ember volt, és nagyon jól ismerte a színházat, és nagyon jól tudta, hogy egy nagyon erős irodalmi alapokra és a pszichológiai realizmusra épülő prózai színházba, ha egy ilyen bombát bedobnak, mint a macskák, az nem lehet következmények nélkül. Először is megrendíti a színház belső hierarchiáját, megrendíti a sikernek a kritériumait. Egyáltalán egy olyan siker elem jön be, amit prózai színház nem képes elérni. Tehát hiába, ugye azt mondjuk, hogy ott vagyunk esténként a tapsnál, és az emberek magukból kivetközve örjöngenek, és tapsolnak, és kiabálnak, ezt egy prózai színház nem tudja. Nem is kell tudnia. Teljesen más idegpályákon mozog, de ha egy színházba egyszerre csak nem volt, és ez lesz, az ott egyszerűen elkezd terjedni. És valójában ez történt. Nagyon lassan, de a macskák először úgy megpróbált együtt élni a repertoárral, de úgy, mint a búvópatak, úgy folyamatosan ment és tágult, és egyre többen a színházból éreztünk vágyat az iránt, hogy még zenés és még zenés. Akkor elindult valami ilyen vita, hogy zenés vagy nem zenés, de ezt nem lehet megállítani. Tehát ma a világban a zenés színház nem megállítható, mert azért hát a cél, a közönség, a cél a minél nagyobb nézőszám, a cél a siker, a hatás, és ezzel nem lehet versenyezni. Tibi, te 89-ben kapcsolódtál be a Madách Színház munkájába, ugye? Igen, igen. Akkor te már futószériában volt a macskák, ugye? És utána indult el igazából a Zenész Színház, hogy hát átvegye a hatalmat gyakorlatilag. Hát ugye ott volt egy váltás. 89-ben Ádám Otto
nyugdíjba ment, visszaadta a megbízását, nem akarta, a rendszerváltáskor nem akarta folytatni, és jött egy nagyon hosszú és nagyon gazdag és szép Kerényi korszak. Az Imre egy kiváló rendező volt, talán a legkiválóbbak egyike, aki működött a Magyar Színházban, és ő megpróbált egy viszonylagos egyensúlyt ez a kettő, a zenés és a próza között, és aztán utána a mi zenéssé válásunk azzal lett teljes, hogy amikor az Imre abba hagyta, 2003-ban talán, akkor egy olyan pályázatot írt ki a Fővárosi Önkormányzat, ami a színház fenntartója volt, ami egy zenés színházra írta ki a pályázatot. És akkor jelentkeztem én, és számomra egyáltalán nem esett, nem volt nehéz, hogy ezt a zenés színházat megpályázni. Tehát volt egy fenntartói elvárás, és volt egy személyi ambíció. A macska, mondjad, és volt egy nagyon komoly hinterlandja ennek a dolognak, nevezetesen az, hogy mi hosszú ideig vezettünk úgy osztályt a színművészeti főiskolán, hogy vagy Szirtes tanár úr, vagy pedig Kerényi Imre osztálya volt, de, és én voltam a zenei vezetője, és folyamatosan tudtuk a fiatalokat afelé alakítani, hogy milyen elvárások várnak rájuk. Azon kívül hirtelen nagyon sokan jelentkeztek is, tehetségeseknél tehetségesebb fiatalok, tehát megteremtődött az a háttér. Igen, ez nagyon lényeges, amit a Tibi mond. Tehát, hogy ez nem egy irodában eldöntött teoretikus gondolat volt, hanem ezek között a gyerekek között is, a mi utolsó osztályunk egy nagy 20 nagy létszámú osztály volt, láttuk, hogy ez nem képzelgés, hanem egyszerűen a kreatív oldalról óriási erők mozdulnak meg. Tehát ez egy nagyon nagy bázis volt annak a döntésében, hogy erre el lehet indulni. Ez legalább akkor a reveláció volt, mint a Rock Színház elindulása annak idején. Úgy van, tulajdonképpen ez volt a következmény. Vitte tovább. Igen. De akár a személyekben is vitte tovább, hiszen akár a szerzők, Miklós Tibi mindenképpen meg, hogy említsük őt, mert a musical játszás ugye egyik atya. Nagy-nagy barátunk. Így van. De színészek is, rendezők is, koreográfusok is mentek át ugye a Madásba gyakorlatilag. Benne még zenészek is. Hogy el ne felejtsük. Igen. Kocsák Tibi, mi más is mondhatott volna. Mekkora feszültséget jelentett ez, tanár úr, a prózai színjátszás és színészek, és rendezők, valamint a zenés. Hát nagyon nagy feszültséget. Álságos a kérdés. Nagyon nagy feszültséget jelentett. Nem lehetett, hogy nem. Tehát nem lehetett, hogy nem. Mert azért ez a kett, és ezt megtanultuk a zenés színház első évei alatt. Én úgy indultam el az igazgatói pályámon, ha ezt lehet így nevezni, hogy megpróbáltam a Kerény Imrének ezt a gondolatát, hogy összebékíteni a kettőt, de egy ponton túl nem lehetett. Mi volt az a pont? Hol érezte meg, hogy nem? Teljesen más, volt egy feszültség a társulatban. Ugye a zenés színház az tulajdonképpen az castingokon találja meg a szereplőit. Az nem épülhet igazán ideálisan arra, hogy van egy társulat, és hozzuk a darabokat minden alkalommal nekik. Olyan méretű kompromisszumokat kell kötni, minden zenés darab más, és minden szerep más, és az, hogy valaki eljátszott egyet, az egyáltalán nem biztos, hogy ez följogosítja őt a következőre. De alapot adhat. Hát mindenki nyitott szívvel van fogadva, tehát a Tibivel állandóan azt tapasztaljuk, hogy milyen jó volt ebbe, és ez meg nem való neki. Uh-huh. Ennek ezer oka van, képzésbeli, adottságbeli, mindenféle okai. Ez volt például egy olyan feszültség, hogy volt egy prózai társulat ott a színházban. Nagyon erős társulat, tegyük hozzá. Akkoriban már nem annyira erős, de még mindig erős. Már nem a Márkusék. Hát azóta eltelt hány év. És ez például egy olyan kibékíthetetlen ellentmondás volt, hogy egyrészt mit kezdünk a prózai színészekkel, a zenéset játszunk. A színházak általában nagyon jelentős állami támogatásból működnek. Azzal nekünk nagyon felelősen kell gazdálkodni. Tehát nem tehetjük meg, hogy olyanra költjük a pénzt, aki nem dolgozik. Tehát itt mindjárt teremtődött egy ilyen feszültség, és következett az az átalakulás, és akkor azt hiszem, talán volt egy ilyen gazdasági átalakulás is, hogy az állami intézményből KHT-vá kellett alakulnunk.
Tehát azok a színészek maradhattak csak, akiket megbízási szerződéssel szerződtettünk. Nem kevés színész egyébként át tudott állni a zenés műfajra. Szelednyei, Hűvösvölgy, Ildikó, stb. Tehát említhetnénk. Igen, sokan. Ugye a régi Macskáknak az volt a csodája, hogy a Madách Színházban volt egy csomó olyan ember, akiben ez benne volt, aki nem gyakorolta, de, és itt jöjjön az egyik legfontosabb személy, Seregi László. Ha úgy tetszik, brutális képzései alatt egyszerűen az emberekből kiszakadt az a tudás, az a mozgástudás, az a vokális tudás, ami ehhez a műfajhoz kell.